Ebben a videóban nem célom a Linó online parafatábla részletekbe menő bemutatása, nem szeretném végig kattingatni a felületet a regisztrációtól a stickik kipakolásáig a parafatáblára. Sokkal inkább szeretnék példákon keresztül egy olyan mintát mutatni, amiből érthetővé válik, hogy hogyan lehet jól használhatóvá tenni a felületet pedagógiai célok érdekében. Hadd meséljek egy kicsit a személyes indítatásomról. Két gyermekem óvodás korú, óvodába járnak, jártak. Ugye a jelenlegi helyzetben nem, hiszen az óvodák bezártak. Otthon vannak mind a ketten. Ugyanakkor ebben a helyzetben egy idő után, néhány nap után, miután az óvoda bejelentette, hogy maradjanak otthon a gyerekek, megfogalmazódott mind a szülők, mind az óvoda pedagógusok részéről az az igény, hogy valamilyen módon legyen egyrészt kontakt, legyen egyrészt kapcsolat az óvónők, nálunk óvónők vannak, óvóbácsi nincsen, ezért fogok óvónőket mondani a későbbiekben is mindig. Tehát az óvónők és a gyerekek között legyen valami kapcsolat, legyen a gyerekek és a gyerekek között valami kapcsolat, a gyerek és gyerek között valami kapcsolat, ugyanakkor az óvónők tudjanak jól szűrt, jól válogatott tartalmakat megosztani a gyerekekkel, a szülőkön keresztül természetesen, és tudjanak adott esetben feladatokat is adni, és hát az igazán izgalmas az, hogyha még valamilyen módon a feladat végzést értékelni is tudják az óvodapedagógusok. Ennek a helyzetnek azért ebben a korosztályban különösen nagy, vagy különösen erős korlátai vannak. Egyrésztről ugye az írás-olvasás készség az nem adott a gyerekek részéről, másrésztről a digitális kompetenciák azok szintén nem olyanok még jó esetben ebben a korosztályban, amire olyan módon lehetne alapozni, hogy a gyereket leültetem a gép elé vagy a tablet elé, és akkor ő majd csinálja a feladatokat, megosztja a dolgokat és kommunikál valamilyen módon a többiekkel vagy az óvónővel. Másrésztről pedig az óvoda pedagógusok sem sincsenek hagyományos helyzetben rákényszerítve arra, hogy bármilyen megoldásokat keressenek a digitális pedagógia területéről. Éppen ezért a legtöbb esetben, és nálunk is ez elsősorban a tapasztalat, nincsen ebben gyakorlatuk. Amikor kicsit közösen kezdtünk el gondolkodni azon, hogy mi legyen az a felület, amit használni fogunk a céljaink elérése érdekében, akkor ez egy nagyon fontos érv volt, vagy egy nagyon fontos kiindulás volt, hogy nagyon egyszerűen használatba vehető felülettel dolgozzunk. Értsük ezt úgy, hogy nagyon egyszerűen használatba vehető az óvodapedagógus számára megszerkeszteni, létrehozni egy ilyen felületet, és nagyon egyszerű majd a szülőnek, adott esetben pedig a gyereknek használni azt a felületet, amit választunk. És mivel nekem korábban sok jó tapasztalatom volt már a Linóval, ezért én ezt ajánlottam. Most ott tartunk egyébként a mi óvodánkban, hogy második hete több óvónő ezen keresztül oszt meg tartalmakat és feladatokat a gyerekekkel, és beindult egy célzott, és szerintem nagyon eredményes kommunikáció az óvónők és a szülőkön keresztül a gyerekek között, és hát bizonyos tekintetben a gyerek-gyerek között is, tehát a csoporttársak között is, ezt majd látni fogjuk a későbbiekben. Említettem, hogy részletesen nem kívánok foglalkozni a Linó létrehozásával, ugyanakkor néhány mozzanatában mégiscsak bemutatnám, hogy hogyan indulunk el, és hogyan készítünk egy parafotáblát. A linoid.com URL címen fogjuk elérni a felületet. Itt már rögtön azt látjuk, hogy az általam létrehozott, tehát bejelentkezett felhasználóként vagyok én már itt a felületen, ezt egyszerűen néhány információ megadásával magunknak létrehozhatunk ilyen online tárhelyet, úgyhogy ezt mindenkinek azt javaslom, hogy ezt tegye meg, és hogyha belemegyünk a saját felületünkre, akkor ezt látjuk kezdő oldalon.
Ebből számunkra most, innét számunkra most elsősorban ez a felső 5 darab tábla lesz a fontos, vagyis hát ez a rész. Ezek lesznek, vagy itt fognak gyűlni, itt fogom elsődlegesen látni azokat a táblákat, amelyeket magam hoztam létre. Kettőt nem, a Main és a Sunday elnevezésű táblák, azok alapból megtalálhatók itt a gyűjteményemben. De a többit azt én hoztam létre, és itt lehet látni. Hogyha új táblát szeretnék létrehozni, és ugye mindenkinél ez lesz az első lépés, akkor a Create Canvas megoldásra klikkentünk. Tényleg nagyon egyszerű létrehozni egy ilyen táblát, mert hogy esetünkben egy név megadása, ami kezdő lépésként előttünk áll. Én most április 4-e van, és ezt a dátumot fogom beírni. Annyit hadd mondjak előjáróban, hogy mivel az URL címben, amit generálni fog nekünk a tábla, és amin keresztül megoszthatjuk majd a résztvevőkkel, vagy azokkal, akikkel szeretnénk ezen a táblán együttműködni a táblánkat, tehát ezen az URL, ebben az URL címben szerepelni fog az a név, amit itt megadunk, az én esetemben most a 04.04, és sőt, egyszerűsíteni is fogom, egyszerűen így írom be pontok nélkül, és e tekintetben főszabály az, hogy ne alkalmazzunk ékezetes betűket, különleges karaktereket, mert hogy az URL címben az át fog íródni valami egészen furcsa karakter sorra. Ebben az esetben viszont, hogyha ilyen nagyon egyszerű dolgot választunk címként, akkor nagyon könnyen megjegyezhető is lesz, és a későbbiekben akár nem csak linkről nyitható egy-egy tábla, hanem emlékezetből, majd meg fogjuk nézni, hogy hogyan képződik ez az URL cím, minden esetben ugyanúgy, és adott felhasználóhoz kötődő URL címek csak a legvégükben, ahol a táblának a neve fog szerepelni, csak abban fognak eltérni. Hogyha megadtam a címet, akkor egy hátteret választok magamnak, ugye itt van több lehetőség, még föl is tölthetek háttérképet. Én leginkább egyébként, amit alapból felkínál nekünk, tehát ez a parafa tábla kinézetű megoldást, ezt szoktam választani, és ez is van most a mintatábláim mindegyikén. Ezután az elérhetőséggel kapcsolatban kell választanom a három lehetőség közül. Az egyik lehetőség az, hogy csak saját magam számára lesz elérhető a tábla. Ugye ebben az esetben ez kevésbé értelmezhető. A másik az, hogy látható bárki számára a táblám és a rajta lévő stickik, ugyanakkor nincs megengedve senkinek, hogy posztoljon rá. A harmadik lehetőség az pedig az, hogy akivel megosztom az URL címen keresztül a parafatáblámat, az tudjon, vagy legyen lehetősége stickiket, posztokat, tartalmakat kirakni a táblára. Én ezt az opciót fogom választani, és a későbbiekben ezt látni fogjuk, hogy miért. Fontos számomra, hogy a gyerekek a szülőkön keresztül tudjanak visszajelzéseket küldeni, adott esetben a készült munkájukról, a fényképeket, magukról készített fényképet, egyéb tartalmakat. Hogyha ezt a lehetőséget választom, hogy bárki tudjon stickiket kitenni a táblámra, akkor megnyílik egy csomó más beállítási lehetőség. Megmondom őszintén, hogy én kiszoktam venni egészen onnét, hogy publikusan látható legyen, hiszen én csak egy kis közösséggel szeretném megosztani a táblámat. Tehát ne legyen publikusan látható, nem kell, hogy tudják másolni az én táblában lévő stickiket, nincs rá igényem, hogy e-mailben hozzak létre stickit, nem kell, hogy a dokkon megjelenjen, tehát igen, kezdő oldalon megjelenjen a tábla, és nem kell, hogy értesítsen, hogyha érkezett egy sticky a táblámra. Ezeket a beállításokat én mind kiszoktam venni. Egyetlen megoldást hagyok bent, egyetlen pipát hagyok itt bent, hogy legyen megengedve a vendégek számára az, hogy posztoljanak. Hogyha ezek a beállítások megvannak, akkor azt mondom, hogy Create Canvas, létrehozza nekem a táblát.
Rögtön nézzük meg az URL címet, itt is lehet látni egyébként, de hogyha a jobb felső sarokban ez lesz itt a eszközkészlete ugye a táblának, a jobb felső sarokban, hogyha az EE Information eszközre klikkentek, akkor itt, innét ki is tudom közvetlenül másolni az URL címet, nézzük meg, ez nem más, és minden esetben ehhez a felhasználói fiókhoz, azaz az enyémhez, ami most Edufan néven történt a bejelentkezés, tehát ilyen fiókba léptem be. Minden egyes esetben ilyen módon lesz képezve az URL cím, linoid.com per users per Edufan, ott következik ugye a felhasználó név, per Canvases, minden esetben ez van, és utána per a táblának a megnevezése 0404. Tehát így egészen könnyű lesz majd megjegyezni, hogyha a mintaként használt táblámra egy pillanatra ide nézünk, lenyitom itt is a megnevezést, ha megnézzük, ugyanez linoid.com per users per Edufan per Canvases per bemutató, ez pedig a bemutató táblám, és minden egyes táblának az URL címe így képződik. Jó. Amennyiben a beállításnál valamit elrontottam, akkor innét a preferences-re klikkentve vissza tudok menni a beállításokhoz, tudok változtatásokat megtenni, amennyiben elmentettem, vissza tudok térni a táblámra, vagy a vásznomra, és tudom folytatni a munkát. A parafa táblával kapcsolatban első körben azt érdemes tudni, hogy a látható felületnél valamennyivel nagyobb. Itt a jobb alsó sarokban találunk egy ilyen kis navigációs ablakot, ezzel el tudok navigálni más helyekre, amikor már több sticky van kint a táblámon, akkor ez jól látható, vagy egészen látványos, ugye, hogy melyik szegletét nézem a felületnek. Ezzel tudok navigálni, ugyanakkor ezt a navigációs sávot, ezt el is tudom innét tüntetni, vagy legalábbis félre tudom rakni, és hogyha egyszerűen a parafatáblát magát fogom meg, az eger bal klikkét, bal gombját nyomva tartva, akkor is tudok navigálni a táblán. A jobb felső sarokban említettem már, hogy itt találhatók leginkább a használatba vételhez szükséges eszközök. Ezekről tényleg nagyon gyorsan, alaposabban körbe lehet nézni hozzá más felületeken, vagy más videókban. Annyit érdemes erről tudni, hogy a színes stickik közül egyszerűen kattintással tudok választani. A színt azt egyébként utólag is beállíthatom, itt alul lehet látni, hogy változtathatok bármikor. A tartalom ide kerül. Ide fogom beírni a tartalmat. A betűméretet itt tudom változtatni, a betűszínt itt tudom változtatni, ugye. Tudok ikonokat kipakolni hozzá, ez fontos lesz későbbiekben a mintában is használom. Tehát egyszerűen lenyitom ezt a lehetőséget, és kiválasztok mondjuk egy focilabdát. Be tudom állítani privátra, de nem szeretném, és meg tudnék adni neki feladat végrehajtásához szükséges idő, vagy hogy mondjam, záróidőpontot, de a példáimban nincs erre szükségem, úgyhogy ezzel megint csak nem szoktam foglalkozni, és tegelni sem szoktam, lehetne tegekkel ellátni. Azt mondom neki, hogy poszt, amennyiben ez megtörtént, akkor kikerül stickiként a táblára, ezt, ha amennyiben megvan osztva másokkal a táblám, ezt már is láthatják, és mit tudok csinálni a továbbiakban a stickivel? Tudom a jobb alsó sarkát megfogva, tudom a méretét változtatni. Általában a felső részen megfogva tudom mozgatni. A jobb felső sarkában, hogyha megfogom, ott jelzi is egy kis ikon, akkor el tudom forgatni a stickit. Vissza tudok menni a szerkesztésre, itt most végigmegyek ezeken, ha bár nem fogok végigmenni a gombok, egy kettőt fogok megmutatni. Vissza tudok menni a szerkesztésre, hogyha ezt az ikont választom, és el tudom tüntetni a stickimet abban az esetben, hogyha a legutolsó ikont, ezt a pipát, peel off, ezt választom. Mindjárt meg fogom mutatni, csak nézzük meg a tartalmat, ilyen módon fog megjelenni. Megjelent itt a focilabda, egyetlen ikon tudok választani egyébként, vagy egyetlen ilyen kis képecskét tudok innét választani egyébként egy-egy stickihez. És még egy utolsó lehetőségem van, amivel én még szoktam élni, hogy ki tudom tűzni, hogyha a felső részen, nagyjából a közepére viszem az egeret, a kis mutató ujjat, és ráklikkentek erre a kis
kitűzőre, akkor jelzi is nekem, hogy ki lett tűzve, ami annyit jelent, hogy még véletlenül sem tudom én elmozgatni, vagy újra szerkeszteni ezt a stickit. Természetesen ez részemről bármikor kivehető, és akkor visszaváltozik, szerkeszthetővé ez a sticky, amit ide kipakoltam. Nagyon fontos már most látni, hogy amit létrehoztam, és kitűztem ide, és ezt vendégként megosztom valakikkel, a példámnál maradva ugye az óvónők létrehozzák a vásznat, és megosztják a szülőkkel az URL címen keresztül, az egészen biztos, hogy a szülők és a gyerekek azokat a stickiket se szerkeszteni, se mozgatni, se törölni nem tudják, amiket én, vagy esetleg másik vendég hozott létre. Ez egy fontos és egy nagyon jó lehetőség, vagy nagyon jó alapvetés abban a tekintetben, hogy véletlenül sem tudom törölni másnak a munkáját, legyen az az óvónőnek a feladat leírása, vagy legyen az egy csoporttársamnak a feladata, vagy a, nem tudom, a gyurma figurájáról készített fényképe. Ezt nem tudom megtenni. Mindenki csak a saját munkájához tud érdemben hozzányúlni olyan értelemben, hogy tudja szerkeszteni, vagy el tudja tüntetni. Hát ennek egyetlen korlátja van, ugye ugyanarról az eszközről, ugyanarról az IP címről kell bejelentkezni, akkor tudja beazonosítani az eszköz, vagy akkor tiszta a tábla számára az, hogy igen, erről az IP címről volt korábban ez a sticky létrehozva, akkor innét engedélyezett a szerkesztés. Amit még alapvetésként meg akartam mutatni, az annyi, hogy nem csak szöveges tartalmat tudok létrehozni, hanem létre tudok hozni olyan kitűzőt, vagy olyan tartalmat is tudok ide rakni, ami képformátum. Ezzel majd még egy kicsit fogok foglalkozni. Igen. Van lehetőségem arra, hogy YouTube vagy Vimeo linken keresztül beembeddeljek, vagy beilleszek ide videókat. Van lehetőségem arra, hogy mindenféle csatolt tartalmat, ez legyen bármilyen formátum, csatolt tartalmat tegyek ki, ennek van korlátja mostani, tehát abban a felhasználásban, amiről a példám fog szólni, ezt kevésbé fogjuk használni. Az utolsó lehetőség az kevésbé érdekes, az egyszerűen egy áttetsző sticky. Jó. Hogyha szeretnék visszatérni a kezdő oldalra, akkor itt a My Page egy ház ikon jelzi, a My Page-re klikkentek, és már is látom, hogy létrehoztam ezt a vásznat is, vagy ezt a táblát, és ezt már korábban is láttuk, hogy nekem van itt egy bemutató, egy feladat és egy gomba táblám, mindjárt látni fogjuk, hogy ennek mi a jelentősége. Azt szeretném még itt megmutatni, hogy abban az esetben, lévén, hogy a 0404 táblát egy próbaképpen hoztam létre, ezért a későbbiekben nem lesz rá szükségem, akár törölhetem is, ezt hogyan teszem meg? A My Page oldalról erre nincs lehetőségem, viszont itt fönt, hogyha kiválasztom azt, hogy My Canvases, akkor egyrészt alapbeállításokon tudok itt variálni, másrésztről pedig itt van lehetőségem arra, hogy akár másoljam, és duplikáljam ilyen értelemben, akár töröljem. Én most törölni fogom, nem lesz a későbbiekben rá szükségem. Ja. És be is zárhatom ezt az oldalt, mert hogy most térnék rá arra, ami mintaként szolgálhat azoknak a pedagógiai céloknak az elérésére, ami megfogalmazódhat egy olyan környezetben, ahol óvodapedagógusok szeretnék valamilyen módon tartani a kapcsolatot az ovisokkal. Ezzel az oldallal kapcsolatban, amit most lehet látni, hadd mondjam el, hogy már is megjegyezhető az URL cím, de ezt kitettem a videó leírásába is,
hogyha ránézünk a beállításaira, akkor látható, hogy igen, hogy jelenleg arra van állítva, hogy bárki posztolhasson, azonban én ezt a lehetőséget most ki fogom tenni, vagy ki fogom venni, és át fogom állítani arra, hogy bárki számára láthatóvá válnak ezek a posztok, de nem lesz lehetőség üzeneteket kitenni rá, viszont a későbbiekben is bármikor rá tudnak nézni erre a táblára, hogy mintaként szolgáljon. Save, és visszamegyek a vászonra. Ez konkrétan egy olyan minta, amit részben az óvónőkkel állítottunk össze, részben pedig az ő általuk válogatott tartalmak és általuk megfogalmazott feladatok szolgáltak mintaként azokhoz a tartalmakhoz és feladatokhoz, amiket ide kitettem. Úgyhogy ezek konkrét gyakorlatias példák. Az én javaslatom volt, hogy az első táblán, amit létrehozunk, és a szülőkkel, és ezen keresztül az óvisokkal megosztunk, ott mindenképp szerepeljen egy tájékoztató szöveg, amiknél a következőkről érdemes tájékoztatni a szülőket. Asztali gépnél javasolt használatba venni, vagy asztali gépről, vagy laptopon, minden esetre nagy monitoron és nem mobil eszközön, ugyanis a kisképernyő miatt, hogyha telefonról próbálnánk meg használni, akkor sokat veszít az élvezhetőségéből, és ugyan van a Linónak telepíthető mobil alkalmazása, elérhető a Play áruházból, de nekem az a tapasztalatom, hogy URL cím révén így nem osztható meg tábla, úgyhogy az a típusú könnyebbség, hogy ne kelljen saját fiókkal rendelkezni, és ne kelljen a szülőnek bejelentkezve lenni a Linó felületre, ettől a lehetőségtől elesünk. Mert én pont egy olyan megoldást javaslok, aminek révén, ha az URL cím adott, tehát az URL cím elérhető a szülő számára, akkor nem kell bejelentkezett felhasználónak lenni, azon keresztül bármilyen eszközről, bárhonnét meg tudja nyitni a felületet, és tud vele dolgozni, mint vendég. Igen, erről beszéltünk, hogy a tábla nagyobb, mint amit elsőre látunk. Jelöljük adott esetben a főtáblát könyvjelzővel, ezt a későbbiekben jobban meg fogjuk majd érteni. Esetemben most, vagy példámban ez a főtábla. Igen, innét nyithatók meg egyéb tartalmak, másik tábla, csatolmány, stb. A feladatok, ahol feladatot kínálunk a gyerek számára, ott adott a szülő és a gyerek számára, tehát a résztvevői oldalon, vagy a vendég oldalon, ott adott, hogy valami szöveges tartalmat tegyen ki, valami képet tegyen ki, ez nagyon fontos lesz, ebben a korosztályban különösen, ugye képekkel sokkal jobban, vagy adott esetben ezzel tudunk leginkább kommunikálni, vagy linkelhetünk innét, hiperlinkek keresztül megosztott tartalmakat is kipakolhatunk. A feladattáblák használata kapcsán fontos tudni, hogy amit feltöltünk, és erről is beszéltem, ugye csak mi tudjuk szerkeszteni, és szintén említettem, hogy utóbb csak akkor szerkeszthetjük, ha ugyanazon az eszközön, ugyanabban a böngészőben nyitjuk meg. Korábban az IP címet említettem. Szintén a feladattáblák használata kapcsán a következőre érdemes figyelni, hogy mivel több vendéggel, azaz több óvis gyermek szüleivel osztjuk meg a táblát, ezért vigyázzunk arra, hogy ne pakoljunk rá egymás munkáira a stickiket, mert azok kitakarják, és aki észreveszi, hogy kitakarták a képét, vagy kitakarták a tartalmát, lévén, hogy nem ő hozta létre azt a stickit, ami kitakarja, nem is tudja onnét eltüntetni,
A másik fontos dolog, amire érdemes figyelni, vagy érdemes ügyelni, az az, hogy amennyiben képeket töltünk föl, és részletgazdag, nagy megjelenítésben élvezhető képet szeretnénk feltölteni, vagy szeretnénk megosztani a többiekkel, abban az esetben a nagyméretű feltöltést, majd látni fogjuk ezt, a nagyméretű feltöltést kell választani, mert hogy a sticky, vagy a táblára való kipakolás során az alkalmazás össze fogja tömöríteni arra a méretre, amilyen méretben meg tudja jeleníteni. Tehát az eredeti méret az el fog veszni ilyen értelemben, és soha nem lesz lehetőségünk a továbbiakban kinagyítani innét azt a képet. Ahogy említettem, ezzel érdemes kezdeni, és lényegében ez a néhány instrukció, miután a gyakorlat nálunk az volt, hogy e-mailben az óvónénik kiküldték az URL címet, és az e-mailből elérhető URL címről megnyitották ezt a táblát a szülők, rögtön ez fogadta őket, és ennyi lényegében elég is a későbbi, azt látjuk, hogy elég is a későbbi használathoz. Mi kerülhet ki, és mi kerülnek ki nálunk gyakorlatilag módon a táblára, és mire érdemes ezek kapcsán figyelni? Kikerülhetnek egyrésztről olyan tartalmak, ugye, amit a szülő megmutat, felolvas, vagy elindít a gyereknek. Vannak olyan stickik, vagy jönnek számunkra olyan tartalmak egy-egy ilyen főtáblán, hogy például egy vers van kint. Konkrétan ide be van máshova a stickibe. Van úgy, hogy egy hosszabb szöveget szeretnének megosztani velünk a szülők, és mondjuk a konkrét példa az olyan volt, hogy egy olyan oldalon találták meg, ahol volt egy csomó reklám, egy csomó oda nem illő gyereknek nem illő tartalom, és ők egy külön táblán, vagy itt a táblán szerették volna megosztani velünk, de hogy a fő oldalból ez nagyon sokat elhasznált volna, éppen ezért erre a legjobb megoldás az, hogy egy külön táblát létrehozunk erre, ez az én gomba táblám, és akkor azon a táblán csak ez a tartalom van. Itt maga a mese, és hozzá egy kép. Hogy ezt hogy csináljuk? Nagyon egyszerű a megoldás. Példaként meg fogom mutatni itt oldalt. Ugye ezt lehetett látni, visszatérek a fő oldalra, ezt lehetett látni, hogy nekem ez a gomba a táblám itt létre van hozva. Most azt mondom, hogy létrehozok egy gomba 2 táblát. Ugye, mivel ez nem egy feladat tábla, ezért nekem elég az, hogy a vendégekkel olyan módon legyen megosztva, hogy bárki láthassa, akivel meg van osztva, de ne tudjon rá stickiket kitenni. Létrehozom ezt a gomba 2 táblát. Ez megtörtént. Visszatérek a fő oldalra. Már új lapon nyitom meg a fő oldalt. Itt van a gomba 2 táblám, itt van a fő oldal. Megnyitom a feladat oldalt. Igen. Rosszat nyitottam meg. Nem a feladat oldalon dolgozok, bocsánat, hanem a bemutató oldalon. Igen. Létrehozok egy stickit. Ezt olvassátok el. Természetesen a szülőknek szól ebben az esetben az instrukció. Mit csinálok? Kimásolom az URL címét a gomba 2 táblának. Bemásolom ide. És ugyan itt még a teljes URL cím jelenik meg. Viszont, hogyha azt mondom, hogy poszt, akkor nézzük meg, fölismeri, hogy ez egy Linó online parafatábla, és itt már gomba 2-ként jelenik meg, és készen van ez a típusú megosztás. Innét már nyitható a főoldalról bárki számára. Jó, ezt megszüntetem. Tehát ezt javaslom arra az esetre, hogyha egy hosszabb szöveget kifejezetten az eredeti környezetéből, online környezetéből kiszakítva, csak
vagy csak egy részletet, egy hosszabb részletet szeretnék kitenni valamilyen módon, vagy elérhetővé tenni a gyerekek számára, akkor ezt a megoldást válasszuk. Hogyha egy adott oldalt szeretnék megosztani, vagy bármit hiperlinken keresztül, akkor semmi más dolgom nincsen, mint hogy beírom a tartalmat, a szöveges tartalmat, és ezt követően bemásolom az URL címet, az URL címként fog megjelenni számomra, és vendégként tudja nyitni bárki, aki hozzáférést kapott az URL címen keresztül ehhez a táblához. Itt én az egyszervolt.hu-t oldalt linkeltem be. Néztük már korábban, hogy direkt YouTube vagy Vimeo-ról elérhető videót szintén berakhatok az oldalra. Én itt ebben az esetben azt javaslom, hogy mivel a videó beágyazása esetén külön üzenetet arra a stickire nem tudok írni, ezért egy másik sticky az, amit oda pozícionálok a videóhoz, és azon pedig le fogom írni, hogy ezzel kapcsolatban mi a feladat, mit kell tenni, és innét az oldalon keresztül egyébként indítható a videó, és nézhető és hallható a gyerekek számára. Jó. Abban az esetben, hogyha hanganyagot szeretnék megosztani, mi kifejezetten örülünk annak, hogy az óvónénik mesélnek, telefonjukon, egyéb módon fölveszik a saját hangjukkal, egy-egy mesét fölvesznek a saját hangjukkal, és hát ezt lehető legnagyobb örömmel fogadják a gyerekeink. Viszont első körben nem volt olyan adott, hogy ezt milyen módon érdemes megosztani. Ugyanis a csatolmány erre a típusú megosztásra nem alkalmas. Azt vettük észre, hogy a csatolmányon osztották meg, és csak vendégként van megosztva velünk, szülőkkel és a gyerekekkel a felület, a tábla, abban az esetben ez nem lesz letölthető. Alternatívaként kínálkozik az, hogy azt javasoltam az óvónőknek, hogy akár a saját Google Drive fiókjukban hozzanak létre az ilyen típusú hanganyagoknak egy mappát, és oda tegyék föl a tartalmat, és onnét keresztül osszák meg. Ebben az esetben már vendégként is kiválóan nyitható, vagy egyszerűen nyitható a hangos tartalom. Itt lehet is látni, hogy ez egy Drive mappából elérhető megosztás, megjelenik egy kis lejátszó hozzá, és hogyha elindítom, akkor hallhatjuk az óvónők által elmondott mesét. Csináltunk egy olyan megoldást is az óvónőkkel közösen, ez egy kicsit messzire vinne, bár ehhez lehet választani ennél sokkal egyszerűbb, vagy annál sokkal egyszerűbb videóvágó programot, mint amit én használtam, de hogy ettől kifejezetten izgalmassá vált a tartalom, hogy volt egy hanganyagunk, ez érhető egyébként el itt, volt egy hanganyagunk, és hát kerestem hozzá diafilmet, és most a hanganyag nem lesz hallható, csak a diafilm egyes képkockáit látjuk, és a diafilm képkockáit rávágtam egy videóvágó programban a képekre, vagy a, bocsánat, a hanganyagra, tehát az óvónő, ahogy mesélt arra, és hát egy nagyon kedves, izgalmas, a gyerekek számára nagyon borzalmasan élvezhető tartalom jött így létre. Ebben az esetben is a megosztás az ilyen módon történt, olyan módon történt, ahogy a hanganyag kapcsán, hogy egy Drive, Google Drive mappába került fel a tartalom, és onnét került megosztásra, megtekintésre.
izgalmasabb, még ennél is izgalmasabb terület az, hogy a tartalmakon túl olyan típusú feladatokat osszunk meg a gyerekekkel, ami lévén, és ez a legindokoltabb ebben a korosztályban, valamilyen módon online tevékenység, vagy offline tevékenységként kell elvégezniük valamit, értsük ezt úgy, hogy valami kézműves tevékenységük van, valami rajzolniuk kell valamit, gyurmából kell valamit elkészíteniük, adott esetben kísérletezniük kell, erre is nagyon sok jó példát látok én most az óvónőktől, és nem csak ezeket nem csak elvégezni kell ezeket a feladatokat, de valamilyen módon be is kell számolni róla, elsősorban ugye fényképeken, be is kell számolni arról, hogy mi lett az eredménye a munkájuknak. Három különböző típust tüntettem itt föl, egy-egy példát, hogy milyen módon érdemes feladatot kiosztani, és ezt a későbbiekben, és azt el fogom mondani, hogy ezt a későbbiekben hogyan érdemes kezelni. Ugye az első ilyen típusú feladat leírásban azt lehet látni, hogy az alábbi táblára kitettem egy közös képet a csoportról. Nézzétek meg, és válaszoljatok a kérdésekre. Itt olyan típusú kérdések voltak, ez egy konkrét feladat, mintaként másoltam ide, olyan típusú kérdések voltak, hogy mi változott, mire, vagy mit idéztek föl az óvodai életből a kép nyomán, a kedvenc játékaitokat megtaláljátok-e a képen, stb., ami egy kicsit visszarántotta a gyerekeket, vagy képes visszarántani a gyerekeket az óvodai közegbe. Ettől még nem lesz feladat, ettől még egy szimpla tartalom, ugye, a dolog, de hogyha azt mondjuk, hogy tegyétek ki ti is magatokról egy mostanában készült fényképet, és itt megvan adva egy feladat elnevezéssel létrehozott tábla, ami most esetünkben üres lesz, ugye, mert hogy ide nem hívtam meg vendégeket, és nem pakolt még kis, senki semmit, de ez lehetőséget teremt számunkra arra, hogy a gyerekek oda kitegyenek, vagyis hát a szülők ugye a gyerekekről kitegyenek oda fényképeket, és a számunkra egy különösen izgalmas lehetőség, egy különösen izgalmas program, hogy ezeket a feladattáblákat, amiket az óvónénik létrehoznak, és a gyerekek elkezdenek föltölteni, vagyis hát a gyerekeken keresztül a szülők elkezdenek, vagy a gyerekek munkáiból a szülők elkezdenek föltölteni tartalommal, azokra mi időközönként ránézünk, tehát nem csak az lesz számunkra fontos, hogy a saját munkánkat kitegyük, hanem hogy látjuk a többieknek a munkáját. Tovább megyek, lehetőségünk van még arra is, hogy írjunk egyikre másikra, reagáljunk rá, akár kis ikonokkal, azokat a gyerekek is értik egyből, tehát még a szülői tolmácsolás sem kell hozzá, de erről még fogok egy néhány gondolatot mondani. A következő feladatnál egy ilyen példát lehet látni, a linken elérhető táblán találtok egy mesét. Hallgassátok meg, és rajzoljátok le, milyen sorrendben történtek a dolgok, mondjátok el, stb. Stb. Hajtogassatok valamit hozzá, ilyen típusú feladatok jönnek hozzánk rendszeresen, most már, az óvónéniktől, és nagyon-nagyon helyre teszi a napunkat sok esetben, nagyon izgalmasak ezek a feladatok, és nagyon élvezzük nem csak a létrehozást, hanem a későbbiekben a feltöltést. Most már a nagyobbik gyermekemmel, aki nagy csoportos, ővele most már együtt végezzük egyébként a feltöltési folyamatot is, a kisebbikkel pedig folyamatosan nézzük a táblára kikerülő mások által készített munkákat. Egy harmadik példa, nézzétek meg az alábbi táblán leírt kísérleteket, végezzetek el ezek közül, vagy végezzétek el ezeket, és tegyetek ki képet az eredményekről. Igen, és itt lesz egy fontos instrukció, amit a későbbiek, vagy a többi kapcsán is érdemes lett volna elmondanom, de most fogom majd elmondani. Itt olyan típusú kísérletek jönnek, hogy töltsünk meg dunsztos üvegeket különböző magasságban vízzel, és nézzük meg, hogy funkcionálnak hangszerként. Vagy pohárba töltsünk vizet, most a vízvilágnapja kapcsán voltak ugye ilyen tevékenységek, pohárba töltsünk, talpas pohárba vizet, kezdjük el a tetején súrolni az ujjunkat, és hallgassuk meg, mikor kezd el rezonálni, és milyen módon. És több más ilyen kísérlet, ebben az esetben
alapvetően fényképet készítünk magáról a tevékenységről, és ezt pakoljuk ki a táblára. És az előbb említettem, hogy itt van egy nagyon fontos dolog, ez mindig tanácsként ott szerepel ezeknél a típusú feladatoknál, hogy ne felejtsék el a gyerekek, szülők, természetesen ne felejtsék el akár a gyerek jelével, akár a róla készült fényképpel jelezni, hogy kinek a munkája. Ez fontos lesz az óvónénik számára is, és fontos lesz a többi gyerek számára is, hogy be tudják azonosítani, hogy melyik munka, kinek a munkája. Mi nem a jelet szoktuk kirakni, bár az is informatív, ugye, hanem mi mindig aktuálisan az egyes feladatokról készült, vagy az egyes tartalmak, vagy elvégzett feladatokról készült képekhez aktuálisan szoktunk készíteni a gyerekről egy képet, a lányomról vagy a fiamról, és azt szoktuk kirakni, mert azt gondolom, hogy annak is van nagyon erős a közösséget megtartó és kapcsolattartó szerepe és jelentősége, hogy a gyerekek látják egymást fényképen az adott feladatoknál, és látom is, hogy ezt nagyon élvezik a gyerekek. A ilyen és ehhez hasonló feladatok érkeznek hozzánk most már második hete. Nálunk a gyakorlat az, erről szeretnék még egy picit beszélni, nálunk a gyakorlat az, hogy hét elején érkezik egy kupacnyi tartalom és feladat, és a hét során az egyes táblákon gyűlnek a gyerekek által készített munkák. És folyamatosan nézzük, lényegében minden nap ránézünk a gyerekekkel közösen ezekre a táblákra. Járható út az is, hogy ennél sűrűbben érkezzenek feladatok és ütemezetten, hogy például létrehozunk, volt ilyen javaslatom is az óvónők felé, hogy létrehozunk egy főtáblát, és nem egyszerre kerül ki 8 tartalom és 6 feladat, hanem kiteszünk egy tartalmat, egy feladatot, és azt mondjuk, hogy szerdán jön majd a következő feladat. És akkor tudják a gyerekek és a szülők is ütemezni maguknak a feladat megoldást. Szerdáig ezt be kell fejeznünk, mert aztán lesz újabb feladatunk. Működik az a megoldás, hogy az egyes feladatokhoz külön vannak elérhető táblák, ahova a gyerekmunkák kikerülnek, de láttok már példát arra, most az egyik óvónő úgy adta ki a feladatokat, hogy 3-4 feladat megjelent, volt egy kísérlet benne, volt, amihez rajzolni kellett, volt, amihez nem tudom, kézműves tevékenység volt, eső csináló hangszert kellett csinálni, vagy készíteni. És mindehhez, tehát a gyerek munkákhoz egyetlen tábla volt kitéve, és ott ömlesztve jelennek most meg a különböző munkák, de hát ugye mi magunk, amikor ezeket nézzük, akkor el tudjuk különíteni, hogy melyik megoldás, melyik feladat nyomán készült, és hogyha most már bejáratódott, és a szülők ügyelnek arra, hogy vagy a név, vagy a gyereknek a jele, vagy egy róla készült fénykép szerepeljen a munkához társítva, ebben az esetben mi jól be tudjuk azonosítani, hogy ki készítette és melyik feladatot, és akkor így végig tudjuk mazsolázni napi szinten, hogy na, mit készültek, és mit készített ez a csoportás, mit készített a másik. Összefoglalva az eddigieket, és a summáját adva annak, hogy miért gondolom, hogy ez egy nagyon jól használható felület arra, hogy például az óvoda tartsa a kapcsolatot és folytassa valamilyen módon a gyerekek fejlesztését ebben a sajátos helyzetben, hogy az óvodába nem lehet bejárni,
és otthon vannak a gyerekek. Nagyon egyszerű a felület, nagyon könnyű használatba venni, mind szerkesztői oldalról, mind vendég oldalról. Tehát a szülők is azt látjuk, hogy nagyon könnyen alkalmazkodnak a helyzethez, és nagyon élvezik az itt folyó munkát. Másrésztről abból adódóan, hogy más munkájába nem nyúlhatok bele, annak kockázata nincsen, hogy töröljek, vagy bele rondítsak, akár véletlenül is mások által elkészített dolgokba, vagy tartalmakba. Pláne nem tudom kitörölni mondjuk az óvónő által kitesz tikiket, amin a feladatok vannak. Aztán nagyon jó lehetőség ez arra, hogy fényképeken, szöveges és egyéb tartalmakon keresztül legyen, megmaradjon a kapcsolat az óvoda, elsősorban az óvónők és a gyerekek, és a gyerekek között, mármint hogy egymás között, tehát hogy lássák egymást fényképeken, lássák egymás munkáit, és hát egy lehetőség arra, ez nálunk most van beindulóban talán igazán, egy lehetőség arra, hogy az óvoda pedagógustól is közvetlenül kapjon, az óvónénitől közvetlenül kapjon a gyerek visszajelzést. Az első pillanattól jöttek az olyan típusú visszajelzések, hogy Panka, nagyon szorgalmas voltál, hogy még ezt is megcsináltad, Panka lányom, a nagyobbik gyerek, vagy egyszerűen szívecske ikon egy-egy stikin, és ez tényleg az óvónők számára sem megterhelő, hogy ez akár napi szinten ránézzenek arra, hogy mi készült, és kiosszanak szívecskéket vagy felhőcskéket, és talán elindul az a típusú visszajelzés is, ami érdemi visszajelzés, ami adott esetben egy továbblépést tesz lehetővé, vagy kiemel szempontokat, hogy miben volt kifejezetten ügyes a feladat megoldása, többi. Ez a felület nem teszi lehetővé azt, hogy ennél közvetlenebb vagy direktebb kommunikáció legyen a családok és az óvoda és a családok között. Erre mi, és ezt most csak említés szintjén mondom, erre mi Hangouts csoportot hoztunk létre, és azok keresztül beindult egy mesekör, értsük ezt úgy, hogy egy Google táblázatban előre jelzik a szülők, hogy adott napon ki milyen mesét fog felolvasni. A Hangouts-on keresztül mindenki, akinek az az időpont jó, bekapcsolódik, ilyenkor a gyereket otthon mi is leültetjük a tablet elé, nagyon élvezik ezeket a helyzeteket, valamelyik szülő mesél, vagy adott esetben az óvónéni, ők is most már bekapcsolódtak az utóbbi néhány alkalommal, adott esetben az óvónéni mesél, és a gyerekek pedig hallgatják, sőt, most már ott tartunk, hogy ilyen módon is történik feladatosztás, tehát a mese elhangzása után a gyerekek kapnak feladatot, akár még kapcsolatban vannak Hangouts-on egymással, tehát látják egymást, és kommunikálhatnak is direktben egymással, és ott a tablet előtt nekiállnak, és rajzolnak, vagy valamit hajtanak, vagy egyéb módon történik valami tevékenység. Ezt ott valós időben meg is mutatják egymásnak, de ennek meg egy továbblépési lehetőség, hogyha a Linóval kombináljuk, akkor az itt kiadott feladatnak az eredményeit, még ha a gyerek a Hangouts beszélgetés után is fejezi be a feladatot, akkor ki lehet rakni a Linó parafatáblára, és akkor tudjuk, hogy adott meséhez melyik feladatok készültek.